Az eddig mindössze egy győzelmet szerző Ajka ellen abszolút esélyesként lépett pályára a nyíregyházi együttes, amely jól teljesített az előző fordulókban. A mérkőzés azonban a vártnál nagyobb csatát hozott, a hazaiaknak alaposan meg kellett küzdeniük az előzetesen bekalkulált 2 pontért. Az első sorban egészen jól sikerült nekem a pontszerzés, hoztam bőven csapatfánk, míg mellettem a Kastura Zsoltnak nem igazán ment a játék, és mellette az ellenfél egyik jó játékosa, meghatározó jó játékosa, majdnem 100 fát vert Zsoltira, és igazából ennek a levét ittuk meg, azt lehet mondani, mert a középső sorban is egy kis rányomta a bélyegét a csapatra, hogy fel kell kapaszkodnunk ebből a fahátrányból, azonban a Stér Tominak közel 600 fás teljesítményt sikerült most produkálnia, és ezzel nagyon sok fát vissza tudott hozni a közösbe, míg mellette a Szolika Miklósnak sajnos nem sikerült a pontszerzés, és folyamatosan az ellenfél után loholt, de így is 30 fára vissza tudtunk zárkózni, és az már egy lőtávol lehet egy végjátékban. De a Hakker Dezsőnek sem ment annyira jól a játék, 60-nál a Magyarorsi Péter mindenképpen beugrott helyette cserébe, és mellette a Fehér Béla szintén 600-as eredményt produkálva nem sikerült annyival több fát hozni az ellenfelén, mint amennyi a másik oldalon lefele ment, és majdnem azt lehet mondani, hogy fej-fej mellett haladtak, olyannyira, hogy az utolsó 30-as dobásnál csupán 3 fa hátrányunk volt. A 3 fa hátrányt az utolsó 5 dobással dolgozták le a hazaiak, akik így végül 17 fával többet szerezve ellenfelüknél 5-3-ra megnyerték a mérkőzést. A nyíregyháziak szombaton a Ferencváros otthonában vendégszerepelnek. A korábbi években a Szuperligában többször is egymás után döntetleneket értünk el, azonos fákat értünk el, sikerült azonos fával is győznünk a legutóbbi mérkőzésünkön. Bár hozzáteszem, hogy ez a Ferencváros azóta valamelyest megerősödött, ugyanis a többszörös világbajnok Zapetán Zsombor is csatlakozott ez a nívós gárdához, így már 3 válogatott szintű játékosuk van, úgyhogy mindenképpen nem mi vagyunk ennek a mérkőzésnek az esélyesei, és hogyha most a hétvégi Kazincbarcika elleni győzelmüket is tekintjük, maga biztosan óriási fával liadalmaskodtak otthon, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy nem mi vagyunk az esélyesei. A Szuperliga tabelláját 7 forduló után a Szeged vezeti a szintén 100%-os Zalaegerszeg előtt. A nyíregyházi Tekeklub 4 győzelemmel és 3 vereséggel a 6. helyen várja a folytatást.